kegytárgyak, képeslapok, korabeli újságok, dédszülők hagyatéka és emlékei, melyeket generációk őriztek, és most a kispesti katolikus iskola aulájában kerültek bemutatásra. Tegnap kezdődött az eukarisztikus kongresszus, amire már nagyon régóta készül az egyház, és persze készülünk mi is imádsággal és tervezéssel, hogy hogyan tudunk részt venni ezeken az alkalmakon. Tegnap az iskola nagy része kint is volt a Hősök terén a nyitó szentmisén, és a kollégáim már tavaly elhatározták, hogy szeretnék ezt a hetet olyan szempontból is emlékezetessé tenni, hogy összegyűjtünk az 1938-as eukarisztikus kongresszusról relikviákat, amelyeket a családok őriznek. És a nagy örömünkre olyan emléktárgyak kerültek elő, amelyek nem csak könyvek, amit az ember egyszer megvesz, és akkor évtizedekig ott van a polcán, vagy meg is örököl a feljevalóktól, hanem olyan dolgok, újságok, kis apróságok, amelyeket nagy szeretettel tettek el annak idején, hogy ezek emlékként megmaradjanak számukra is, meg az utódok számára is. Forgács Balázs káplán atya megnyitó beszédében a nyitottság fontos üzenetét emelte ki a kongresszussal kapcsolatban. Ha egy dologban meg kéne fogalmazni, hogy mit jelentett ez a tegnapi alkalom számomra, illetve hogy mit jelent ez az egész hét, ami előttünk áll, akkor lehet, hogy pont véletlenül is, de a tegnapi evangéliummal kötném össze, azaz Effátá, nyílj meg, Jézusnak ez a szava. A nyitott szívnek és a befogadásnak a hete lehet ez. Növekedni a nyitottságban, növekedni más kultúráknak a befogadásában, abban, hogy azok, akik ide érkeznek a világ minden tájáról, találkoztam tegnap például nigériai papokkal, kameruniakkal, láttam ázsiaiakat, dél-amerikaiakat, Észak-Amerikából érkezett zarándokokat, és azt gondolom, hogy egy ilyen esemény mindannyiunkat gazdagít abban, hogy nyitottabbá váljunk, nyitottabbá a másik ember értékrendje felé, afelé, hogy a világ másik pontján hogyan élik meg a hitüket, és leginkább abban tanulhatunk egymástól, hogy hogyan éljük meg az eukarisztikus Jézussal a kapcsolatunkat. Azzal a Jézussal, aki a Szent Ostjában van közöttünk. És ennek az egész heti rendezvénynek egy ilyen pillanata, egy ilyen színezete, ez a kis kiállítás, amit ti is, a szüleitek is összeállítottak számunkra. Ez is irányítja a tekintetünket, megnyitásra hív, megnyitáson vagyunk most itt mi is. Az eukarisztia az életünk központja, Jézus Krisztus jelenlévő élete bennünk, és hát ennek az örömnek megpróbáltunk rajzos formát is adni a gyerekeknek, hogy próbáljanak arra gondolni, hogy ez mi mindent jelentett számukra, és így születtek ezek a rajzok. A hit egy ajándék, egy isteni ajándék, ami bennünk növekszik. Gyermekként gyermeki módon, és aztán felnőttként pedig kiteljesedhet a hitünk, és ezeknek a gyerekrajzoknak természetesen egy olyan lenyomata van, amit a gyerekek maguk éreznek és látnak, és ahogy a gyerekek a művészeti eszközökkel meg tudják fogalmazni. Tehát ezek egy-egy jelei annak, hogy jó úton haladunk. Szép, eredeti, és látszik, hogy kicsit meg is van törve a kereszt. Az Eukarisztikus Világkongresszus 1938 emlékfeszület. Aztán pontosan, tehát még nincs vége, ezt még be se tudtuk tenni, ma érkezett egy emlékérem, amit akkor ugye kitűzőként viseltek a résztvevők. Ezt majd ezután fogjuk betenni. Aztán eredeti 1938-as pesti hírlap, tehát egy eredeti újság, eredeti képeslapok. Sőt, voltak a NEK-nek, ugye Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus, képes újság, ez is eredeti. És hát így tovább, eredeti fényképek, a himnusz ugye a győzelemről énekeljen, kezdetű himnusz, ami ugye most is énekeltük tegnap. És hát emlékkönyvek, amiket próbáltunk ott kinyitni,
ahol az első áldozás volt, mert hogy a gyerekekhez, a mi gyerekeinkhez talán ez áll legközelebb, az első áldozás. És gyakorlatilag itt áttérünk a 38-as kiállításról a 21-es kiállításra, könyvek, képek, kiadványok, illetve szórólapok, és nagyon szép dolog, hogy a gyerekek, ő maguk is készítettek ilyen kis fali táblákat. A gyermekek nem csak a tárgyi emlékek, a fényképek és rajzok segítségével, hanem az irodalom, a korabeli vagy az esemény ihlette szövegeken keresztül is elmélyültek a témában. A mi feladatunk az irodalmi emlékek gondozása volt, ezeken belül az imádságos könyvek, az énekek szöveggondozása, valamint a témához kapcsolódóan verseket, novellákat gyűjtöttünk. Munkánkat kiegészítette még egy plakátkiállítás, ami napról napra bővült, ez a gyerekek munkáját dicséri, és kézírásukkal készítették ezeket a kiállítási tárgyakat. Nagyon gazdag az irodalmi gyűjtemény, közülük szeretném kiemelni Babits Mihály Eukarisztia című versét, amelyet a felső tagozatos diákjainkkal irodalom órán megismertetünk, közösen dolgozzuk fel a szöveget, ezzel is élőbbé téve az Eukarisztia gyönyörű üzenetét. Babitson kívül kit lehetne még esetleg megemlíteni? Adi Endrét említeném, aki bár korábban élt és alkotott, mégis, mintha megjövendölte volna gyönyörű istenes verseiben az Eukarisztia csodáját, napjaink költői is mind-mind jelen vannak, műveikben, verseikben tetten érhető az Eukarisztiának az üzenete. A szervezők szeretnék, ha a gyerekek tudnák, hogy történelmi pillanatok élő tanúi, ezért a kiállítás anyaga folyamatosan bővül a napi élményekkel, és 2 hétig tekinthető meg az iskolában.